Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Beszélgető partnerem Dr. Ortutai Péter, nyugdíjas tanár, író, műfordító. Utolsó munkahelye a Gárdonyi Géza gimnázium volt. Előtte az Eszterházi Károly főiskolán egy időben tanszékvezető, majd előadó tanárként dolgozott. A Budapesti Közgazdasági Egyetemen is tanított, és egy fél éven át adott elő az Óhájói Egyetemen, és állítása szerint szenvedélye a műfordítás orosz és angol nyelvből. Francis Scott Friggerald, köszönöm a tüzet. Mrs. Hanson, egy 40 év körüli csinosnak mondható, de kissé már megfáradt asszonyka, fűzőkkel és harisnatartókkal házalt Csikágóban és környékén. A környék hosszú éveken át Toledo, Lima, Springfield, Columbus, Indianapolis és Fort Wayne városát, illetve a körülöttük lévő területeket jelentette, és az a körülmény, hogy a későbbiekben Mrs. Hansonnak sikerült üzleti tevékenységét az Iowa Kansas Missouri tengerre is kiterjesztenie, már komoly előrelépés volt, mert cége eleddig inkább ohio nyugatra ásta be magát mélyebbre. Csikágotó keletre Mrs. Hanson többé-kevésbé jól ismerte kuncsaftjait, néha el is beszélgetett velük, gyakran meg is kínálta némelyikük egy-egy pohárkával vagy cigarettával az irodájában, Miután az üzlet megköttetett. Ám hamarosan rájött, hogy új körzetében máshogy mennek a dolgok. Nem, hogy soha senki nem kérdezte meg, akar-e rágyújtani, hanem inkább az történt, hogy amikor ő kérdezte udvariasan, megengedné az illető, hogy rágyújtson, a félig mentegetőző válasz az volt, hogy ő szívesen, de hát az rossz hatással lenne az alkalmazottakra. Úgy, igen, megértem, válaszolta Mrs. Hanson ilyenkor. Egy-egy cigaretta -egy időnként sokat jelentett neki, végül is nehéz munkát végzett, és ha rágyújtott, ez azt jelentette, hogy pihenhet és kikapcsolódhat egy kicsit lelkileg. Özvegyasszony volt, rokonok, közeli hozzátartozók nélkül, s így senkinek sem írogathatott esténként, és ha egynél többször ment moziba hetente, akkor már megfájdult a szeme. Úgyhogy útközben... A cigaretta fontos pont lett életében, a nap mint nap ismétlődő, hosszú mondatok után. Az új körzetbe tett első látogatásának utolsó hete Kansas City-ben érte Missis henson Augusztus közepe volt, és ő meglehetősen egyedül érezte magát az új üzlettársak között, ezért nagyon megörült, amikor az egyik cég várójában meglátott egy asszonyt, akit ismert Csikágóból. Így hát még mielőtt bement volna a főnökhöz, leült melléje, hogy elbeszélgessen vele, és érdeklődjék egy kicsit az iránt az úriember iránt, aki történetesen épp látni kívánt. Vajon megengedi az úr, hogy rágyújtsak? Mi csoda, hogy, de hogy engedi, mondta az ismerős, nagy összeggel támogatja a dohányzás elleni kampányt. Ó, hát nagyon köszönöm, igazán hálás vagyok, több mint hálás, hogy szólt. Jól teszi, ha itt, jól kinyitja a szemét, és figyel, mondta még az ismerős, vigyázon a férfiakkal, különösen az ötvenen felüliekkel, azokkal, akik soha nem szagoltak puskaport. Azt mondják, hogy akik megjárták a háborút, általában nem bánják, ha valaki rágyújt. De már rögtön, a második alkalommal Mrs. Hanson egy kivételbe botlott. Kedves fiatalembernek tűnt az illető, de úgy merett arra a cigarettára, amit Mrs. Hanson elővett és megnyomkodott az ujjaival, hogy aztán a szájába tegye, hogy inkább lemondott róla és eltette. A jutalma az volt, hogy meghívták vacsorára, mielőtt jelentős megrendelést is kapott. Ezt követően a fiatalember ragaszkodott hozzá, hogy elvigye automobilján a következő találkozójára. Nem mondhatott nemet, pedig eredetileg az volt a szándéka, hogy előbb beugrik egy szálló wc a környéken, és lenyom néhány slókot. Ez a nap egyébként egyike volt azoknak, amikor valahogy mindenütt várni kellett. Mindenki rohant, elkésett. És amikor a kliens végre megérkezett, akkor mindig úgy tűnt, hogy megint egy olyan kemény kötésű, elkötelezett fickóval lesz dolga, akinek elvei vannak, és nem szereti, ha a másik fél ezekkel nem ért egyet vagy olyan nővel, aki önszántából vagy nem önszántából, de elkötelezte magát az ilyen férfiak hasonló elvei mellett. Már a reggeli óta nem tudott rágyújtani, és hirtelen rádöbbent, hogy emiatt érzett bizonyos elégedetlenséget, mindegyik meghívás után, még akkor is, ha üzeti szempontból az még sikeresnek volt is mondható, azt hiszem, elég nagyot léptünk előre a szakszerűen elképzeléseit az árukról. Persze ez is csak gumi meg vászon, de mi egészen másképp állunk hozzá. Mindössze arra van szükség, hogy 30%-kal növeljük a befektetést a reklámba, és egy éven belül megtérül, sőt. De miközben ezt mondta, gondolatai másfelé jártak. Ha legalább egy száll cigit elszívhatnék valahol, járt a fejében akkor még egy divattyamult, halcsontos fűzőt is el tudnék sózni bárkinek. Még volt egy hely, ahová még el kellett mennie, de csak egy jó fél óra múlva. Épp elég ideje volt ahhoz, hogy visszamenjen a szállóba, de mivel nem talált taxit, gyalog ment az utcán, miközben arra gondolt, hogy talán abba kéne hagyni a dohányzást, mert így már egészen szenvedélyének rabjává válik. Felnézett, a bazilika előtt állt. Nagyon nagynak és magasnak tűnt ez a bazilika, s ő hirtelen fellelkesült. Ha már annyi sok töményfüst szállt fel itt a Istenhez a magasba, akkor egy kis cigarettafüst nem árthat neki. Miért ne bocsátaná meg Isten egy fáradt asszonynak, ha elszív egy cigit az előcsarnokban? Bár nem volt katolikus, a gondolatot sértőnek találta. Vajon csak ugyanolyan fontos, hogy rágyújtson, ha az oly sok más embert is érint? de azért mégis, Isten biztos nem haragszik, gondolta kitartóan. Amikor itt járt a földön, még nem is ismerték a dohányt. Bement a templomba. Az előcsarnok sötét volt. Próbálta megkeresni a gyufát kézitáskájában, de nem találta. Oda megyek az egyik gyertyához, gondolta, és rágyújtok. A templomajtó sötétjét csak egy fényfolt törte meg a sarokban, a pacsorok közt elindult, a fehér derengés felé, de aztán kiderült, hogy a fény nem is fény, s egyébként is már kialvó félben volt. Egy öreg épp azzal próbálkozott, hogy eloltsa az utolsó mécsest is. Ezek fogadalmi felajánlások, mondta, éjszakára eloltjuk őket, minek égjenek. Azt hiszük, hogy az emberek is, akik ezeket a fogadalmakat teszik, azt szeretnék, hogy inkább másnap is égjen a mécses, és ne égjen le az éjszaka. Értem. Az öreg ember az utolsó mécsest is eloltotta. Most már az egész bazilikában nem világított más, mint fent a magasban a nagy csillár, és a piros szem az oltári szentség előtt. Viszlát, mondta a sekrestyés. Viszlát. Biztos imádkozni jött. Igen, azért. Az öreg kiment a sekrestjébe. Mrs. Hanson pedig letérdelt, és csak ugyan imádkozni kezdett. Régen imádkozott utoljára. Azt sem tudta, hogy kell és kiért. Ezért mondott egy imád munkaadójáért, aztán a kért, Dümoánban és Kensseszítiben. Mikor befejezte feltérdelt, a szűzanya szobra nézett le rá, egy falmélyedésből, hat láb magasból. Nézte a szobrot, de nem gondolt semmire. Aztán felállt, és fáradtan leült az egyik pacsarkába. Azt képzelte, hogy a szűzanya lejön hozzá a falmélyedésből, mint abban az általa is jól ismert játékban fűzőket és harisnyatartókat árul helyette, és épp úgy elfárad, mint ő. Aztán biztos elszúnyat néhány percre. Arra ébredt, hogy történt valami. Lassan rájött, hogy az ismerős szaga levegőben nem tömén füst, és hogy fájnak az ujjai. Aztán arra is rájött, hogy a cigaretta, amit az ujjai között tart, Füsttől. Még túl álmos volt ahhoz, hogy gondolkodjon, de azért jól megszívta a cigarettát, hogy ki ne aludjon. Aztán felnézett a szűzanyára, a félhomályos falmélyedésben. Köszönöm a tüzet, mondta. Úgy érezte, ez nem elég, ezért felállt a padból és letérdelt. A cigarettafüst fehér szalagban szállt fölfelé, a két ujja közül. Nagyon szépen köszönöm a tüzet, mondta. Doktor Ortotai Péter novellája következik Ungvári emlékeiről. A Margit Sziget utca gyermekei. Ha nem tévedek, mondta Vili Izabellás poharát a fény felé tartva, majd kortyintva belőle, legutóbb ott abba, hogy elindultam az iskolába, az első osztályba. Most jó formában vagyok, ezért, ha megengeded, akkor folytatom. Persze, hogy megengedem, mondtam. Ha már egyszer belekezdtél, a Mice, öreg fiú, hát folytasd, csupa fül vagyok. Egyébként Vilinek nem igen kellett engedély. Egy-két pohár után mindig úgy megerett a nyelve, hogy könnyebb volt a tengerfenekére bugyit húzni, mint őt megállítani. Ez jó felelte Vili, mármint az, hogy csupa fül vagy. Szeretem az olyan embereket, akik okosan tudnak hallgatni. Beszélni könnyű, de hallgatni. De tudod, Mielőtt elkezdenék életemnek arról a szakaszáról mesélni, hogy mi is történt ez alatt a hét év alatt, amíg a Margit Sziget utcában és annak a híres, nevezetes tízes számú magyar iskolának, Annóz Alkamáté, majd a rendszerváltások után Dajka Gábor középiskola lett a neve, padjait koptattam, a sak jut eszembe. Hogy miért a sak? Mert a sak olyan, mint az élet. Nehéz is, bonyolult is, de lépned kell. Nem állhatsz le, ha már leültél játszani, azaz megszülettél. És az ellenfeled, az élet, melynek így is úgy is vége lesz egyszer, akárcsak a sakjátszmának már lépett. És hogy te hová lépsz, arról neked kell dönteni. Jól kell lépned, ha győzni akarsz. Ha rosszul lépsz, akkor már fel is adhatod, nincs tovább. Illetve azt hiszed, hogy van még esély, csak legközelebb egy jó vagy jobb lépéssel kell korrigálni a hibát és megint lépsz. De legtöbbször az újabb lépés még rosszabb, mint az előző. Ám mégsem adott fel. Nem leszel öngyilkos csak egy rossz lépés miatt, nem de? Mert úgy gondolod, van még idő és lehetőség kiavítani azt, amit elrontottál. Csak legközelebb jól kell lépned. És ha mégis elég tehetséges vagy és van eszed, no meg egy kis szerencséd, vagy nem olyan erős az ellenfeled, az életszituáció, még győzhetsz is. Hát az élet is ilyen, barátom. Legalábbis az enyém ilyen. Vagy mondjam azt, hogy volt. Persze az élet nem egyetlen sok játszma, hanem több. Az egyik játszmát elveszítheted ugyan, lehet, hogy épp a legfontosabbat. De egy másikban azért még nem kell veszítened. És ha nem veszítesz el túl sok partit, akkor még, no mindegy, a lényeg az, hogy jól, okosan kell lépned. Mert ha nem, akkor majd póró jársz, póró bizony. Mert ilyen a sakk és az élet. Életem első nagy tragédiája már korábban megtörtént, akkor, amikor elmúltam két éves. Sím módon de facto még nem vehettem részt öntevékenyen ebben az életnek nevezett nagy a Bejöttek a felszabadító oroszok, de a továbbiakban inkább szovjeteket mondok, mert az orosz hadsereg nem csak oroszokból állt, volt köztük ilyen is, olyan is, például Ukrán, és mi már róla holnapra földönfutók lettünk. Talán, ha elmenekülünk előlük, mint ahogy azt sokan tették, persze, hogy másképp alakul az élet, de azt a menekülést rossz lépésnek tartotta a család, és főképp a nagymama, lehet, hogy az is lett volna, mármint rossz lépés, ki tudja. Most már nehéz lenne megmondani, hiszen mindenki jutott el az ígéret földjére Amerikába. Tudok egy menekülő nagybátyámról, apámnak volt unokatestvére, testvére, akit tévedésben lőttek agyon a magyarok, mint katona maradtunk. De így nagyapámat elvitték, apámat elvitték a rossz emberek, ahogy anyám nevezte őket, mert szerint az embert nem a náció alapján kell megítélni, vagyis nem annak alapján, hogy magyar, orosz, ruszin, cigány, vagy se, hanem csak úgy, hogy jó ember, vagy rossz ember. Szóval a nagyapát és az apámat is a rossz emberek vitték el, és tettek bennünket földön futóá mint ahogy az óvodából is egy rossz ember, méghozzá magyar, nem orosz ukrán vagy ruszin, hanem magyar igazgatónő tett ki bennünket, nyilván felső butasításra, hogy aztán egy jó ember, egy igazi kelet-ukrán igazgatónő minden tiltás ellenére felvegye még a kisöcsémet is, aki még nem volt óvodáskorú, mert megszánta nélkül maradt anyámat a négy kicsi gyerekkel. Szóval bejöttek a felszabadítók, és mi az utcára kerültünk. Milliómos nagyanyám, Kárpátalja egyik leggazdagabb, urinője és koldus lett osztozott férje sorsában, aki bár népellenség volt, így nagyanyám is az lett. Munkát sem kapott épp ezért. Huga, a vén kisasszony Emka legyen áldott a neve és emléke, tartott el könyvelői fizetéséből, Emka néni. Ó, róla mindenképpen szólnom kell néhány szót, méghozzá hálás szívvel, mert akkor, amikor gyerek voltam, egészen másképp láttam őt, és talán nagy családunk minden tagját is egyben igen, a család, vele kezdeném ezt a narratívát, mert hát azt láttam leginkább testközelből, és ismertem a legjobban. Persze csak évekkel később, már felnőtt fejjel döbbentem rá, hogy nem elégé. Mert itt volt például M. Kanéni, akit fentebb említettem. Amikor a görög katolikus egyház betiltása után kitettek bennünket a püspöki palotából az utcára, mint azt a bizonyos macskát a dolgát végezni, a többi ott élő papcsaláddal együtt, akkor jóapám, anyjának, nagymamának, emkanének, néninek, és a kisilonkának, apámnak volt unokahuga, és a nagymamával élt, a kerekes házban talált albérletet. Mint mondtam, arról szó sem lehetett, hogy nagyanyám munkát kapjon, hisz a idézőjelbe a legigazságosabb és legdemokratikusabb idézőjel bezárva a szovjet népbíróság tíz évi kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítélte férjét, mint hortista kollaborást. Hisz magyar volt szegény, ráadásul főpap és országgyűlési képviselő, azaz népelenség. Úgyhogy csak emkanéni néni kaphatott munkát, hisz az azért nem lehetett ráfogni, hogy népellenség. Könyvelő lett valahol, és abból, amit fizetségként kapott, ma minimálbérnek neveznénk, tartott el nagymamát, Juliska nénit, már öreg volt szegény is, persze, hogy nem volt nyugdíja, valamint amíg akkor kiskorú kisilangát. Mi persze csak annak alapján ítéltük meg, ahogy velünk gyerekekkel beszélt. Büdös kölykök, ne kenjétek olyan vastagon a kenyérről zsírt, mert másnak nem marad és ezért Tamás öcsémmel, ahol csak rossz csont kököktől telik, halára szekáltuk. Aránylag fiatalon, 60 évesen halt meg. Az ungvári kálvária temetőben van a sírja. Isten nyugosztalja, és bocsássa meg nekünk, hogy annyit vétettünk ellene. Ha arra járok, szoktam néha-néha, hisz nagyanyám és jóapám, valamint a kisilonka, is ott van eltemetve, mindig gyertyát gyújtok a sírjánál, erre begek egy imát a vért. Talán nem is kellene, mert biztos fent van a mennyországban, hisz alig, ha akad, nemesebb szívnálánál. Ha már a kerekes házban lakó családtagjaimat és rokonaimat említettem, hadd mondjak el neked, amit egy történetet Juliska nénivel kapcsolatban is. Bár ezzel a témával, már mint a tanulással, később szeretnék foglalkozni. Juliska néni, nehogy már az iskola tegye ezt egy ateista, marxista, leninista társadalomban, tanított bennünket, kisiskolás gyerekeket hittanra. Többen voltunk, talán öten vagy hatan, és köztük volt a háztulajdonos, Kerekes doktor fiacskája, Ferike is. A Juliska néni módszertana az volt, hogy kikérdezgetett bennünket abból, amit az előző órán tanultunk. És hát az történt, hogy feltette Ferikének a kérdést. Mondd, kisfiam, hol lakott az első pár? mire Ferike kapásban rávágta? A fán. Csoda, hogy ezután Juliska nénit fel kellett locsolni. A család másik fele, apám, anyám is mi négyen gyerekek, Tamás és Jencőcsém, Marika, Hugom és én, a már fentebb említett Badik házba költöztünk a Margit sziget utcában. Akkor már stilszerűen Ulica Osztrovszkájá volt a neve. Volt egy nagy szobánk, ahova úgy, ahogy elfértünk, és használhattuk a konyhát és a toalettet is. A ház a csehek alatt épült Badik bácsi tanítói fizetéséből. Lám, milyen jól fizették a csehek a pedagógusokat, és angol vécéje is volt. Még abban az évben, 1949. augusztusában apámat elvitte a Beszpeka. A gulágon vork után kötött ki szegény, ahol hét évig raboskodott és bányázta a szenet a nagy szovjetörű nagyobb dicsőségére és szégyenére. Mi ott maradtunk, hét évig éltünk abban a házban, amíg apám haza nem jött. 1956. augusztusában, Hét éves voltam, amikor elvitték előző elbeszélésemet, ennél a pontnál fejeztem be, és most innen folytatom. Igen, a Margitsziget utca. Ha kérdezitek hol van, akkor az a válasz, hogy a Mundusztól nem messze a tűzoltóknál. Láttam is ott egyszer, hogyan gyakorlatoznak a tűzoltók, és akkor rögves tűzoltó akartam lenni. Szóval ott iramlott el az élet gyermekkoromban. Nem tudom, boldog voltam-e vagy sem, de szerencsétlennek biztos nem éreztem magam. Voltak barátok, foci és gombfoci, verekedések, sorban állások kenyérért, cukorért, ahol még a kis hugomat is majd, hogy agyon nem nyomták éhes emberek, és sírt is emiatt szegény, mint az áporesső, de mégsem éreztem elveszettnek magam. Nagymama és jó anyám védőpalással alatt éltünk. Egyszer ijedtem meg csak nagyon. Anyám második műszakban dolgozott, voltak jó emberek, akik annak ellenére, hogy egy népelenség felesége volt, segítettek neki munkát kapni egy borbézletben, mint pénztáros és takarítónő, szóval második műszakban dolgozott, és este tíz után érhetett csak haza. Nyolckor mi gyerekek rendesen ágyban bújtunk, ahogy az nekünk elő volt írva, és aludtunk. De aztán Tamás öcsémmel felébredtünk, ránéztünk az órára, Tizenegy volt az óra, és anyánk sehol. No, erre elkezdtünk hangosan bőgni. Hol van? Hol van, anyu? Kétségbe voltunk esve, mert nem tudtuk, hol lehet, és ezért csak bőgtünk, és bőgtünk, ahogy a torkunkon kifért. Aztán már nem bírtam idegekkel, tíz éves lehettem, gondolom, felkeltem, magamra kaptam valamit, nyár volt, átmásztam a jó magas vaskapun, és futottam anyám felé, ahonnan jönnie kellett. Még az első kanyarhoz sem értem tribuszéknál, amikor már ott is volt anyám. Egy ismerőssel jött, beszélgettek, és nevetgéltek. Nem szóltam semmit, csak boldog voltam. Itt volt az anyám, nem kellett már félnem semmitől. Érdekes, hogy ez az epizód ennyire megmaradt adta kervényeimben. Mintha hogy az is, hogy amikor lázas beteg voltam, szerettem, ha anyám énekelt, vagy olvasott nekem valamit. Petőfitől a János Vitézt, vagy Aranytól a Toldit. Arra is jól emlékszem, hogy soha olyan jót nem nevettem, mint amikor egyszer, amikor beteg voltam. fájt a torkom, és be is volt kötve. Anyám ahhoz a részhez ért a Toldiban, hogy odahelyezi a megölt farkasokat testvére ágyára, és azt mondja: Tente, 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 szépen testvérbátyátok fekszik itten éppen. Nem tudom, mit találtam benne annyira viccesnek, de nagyon nevettem. Nem nevettem viszont akkor, amikor anyám Tamás öcsémet püfölte fakanállal, mert végtelenül rossz csont kölyök volt, és csak csintevéseken járt az össze. És persze ordított, már mint az öcsém, hogy mennyire fáj. A verés után anyám mindig sírva fakat, az öcsém meg nevetett, és odasukta, nem is fájt. Engem csak egyszer vert meg anyám a fakanállal, még csak első osztályba jártam, és olvasni tanultam. Úgy emlékszem, szeptember vagy október volt, ragyogóan sütött a nap, és én kint ültem anyámmal az udvaron, és valahogy sehogy sem tudtam, vagy hogy anyámat bosszantsam, nem akartam összeolvasni a nini néni szavakat. Kaptam is tőle a karomra a fakanállal, amikor elvétettem. Nagyon csipet és nagyon rosszul esett, hogy bánt, amikor meg sem érdemlem. Hiszen hogy lehet ilyen badarságokat egy könyvbe beletenni, mármint azt, hogy nini néni. Iskolába és is a Margit sziget utcából mentem hidegben, melegben, esőben, óban. Természetesen gyalog, majd mindig rossz lyukas cipőben. Emlékszem, kisiskolásként nagyon vártuk a tavaszt, a meleg időt, hogy már mezitláb mehessünk iskolába. Nem volt az messze már, mint az iskola. Néhány száz méter után kiértünk a Váraja utcára, az ulica Podgráckájára, ott balra kellett fordulni, aztán a fejünk felett tornyosuló vár alatt menve, a teniszpályánál jobbra kagyarodva, a strand és a kisállomás mellett, akkor még megvolt, át a fából épített vasúti hídon, akkor még vasúti volt is fából, ahol fel is alá járkált egy őrzővédő kiskatona, szuronyos puskával volt ott egy keskeny átjáró a jobb oldalon a gyalogosoknak. Szóval át kellett menni a hidon, s utána rögtön jobbra kellett fordulni, és bár ott is volt az egykori cseh gimnázium, amelyből a tízes számú magyar tannyelvű iskola lett. Oda jártam tíz évig. 17 éves koromban érettségítem. Úgy emlékszem, tiszta ötösre, de volt valahol egy négyesem is, és ezért nem kaptam aranyérmet. A négyest pedig azért adta valamelyik tanár, mert pap volt az apám. Én meg Popovszki szűn, papgyerek, gunyos szájbigyeztéssel kimondva, ahogy az többször is az orrom alá dörgölték a későbbiekben is. Vagy inkább mindig, ha értésemre akarták hozni, hogy hol a helyem a kommunizmust építő tisztességes emberek társadalmában. Az aranyérem pedig azért lett volna jó, mert akkor felvételi vizsga felvesznek az egyetemre. De úgy látszik, Istennek más volt a szándéka. Az iskolában folytatta a Vili elbeszélését, megint csak lent a skálában, pincehűs Izabelláját kortyalgatva, jó tanuló voltam. Nem a legjobb, mert Ordódi Jancsi és Rátkai Marika jobb volt nálamnál. Jancsi matematikából brillírozott, Marika meg orosz nyelvből is irodalomból. Jancsit még Pubi, a matek tanár is állítattal hallgatta, amikor a táblánál felelt. Marika meg minden akcentus nélkül folyékonyan vágta az oroszt, nem úgy, mint mi hungvári bugrisok. Pusecskina Jevdokia Márkovná tanárnőnk nagyon szerette. Ő engem is szeretett, mert orosz irodalomból, amíg csak Puskin meg Lermontovot, na meg a többi klasszikust kellett ismerni, hát készültem, mert szerettem. Különösen a korunk hősét, amit Lermontov írt, meg a pigdámát, amit meg Puskin. De szovjet orosz irodalomból már nem voltam jó. Egyáltalán nem. A Molodáják várgyijáról írt Szocsimra például egyest kaptam Jevdokiától. Arra, hogy nem olvastam a könyvet, a tanárnő rögtön rájött, és ezt még meg is bocsátotta volna, de hogy egy kis cikizét is belevittem a dolgozatomba, azt már nem. De szovjet orosz irodalomból egyes kapni a magyar iskolában nem volt szégyen, dicsőség volt. Egyébként nem is akartam olyan lenni, mint Jancsi vagy Marika. Ha valamelyik tantárt, mint például a geometria vagy a csillagászat nem érdekelt, nem is törtem magam az ötösért. De ha érdekelt, akkor azt nagyon tanultam. A kémiát szerettem a legjobban. Vegyészmérnök akartam lenni. Felvételizni is rögtön az érettség után Lembergbe a kémia szakra mentem, de nem vettek fel. Azt hiszem nem tetszett az ukrán tanároknak az akcentusom, ezért kémiából is lepontoztak, csak hármast kaptam. Pedig állítom, mindent tudtam. Sírtam is utána, mint egy gyerek. Aztán a negyedik vagy az ötödik nekirugaszkodásra mégiscsak felvettek az egyetemre, de nem Lembergben vagy Leningrádban, ahová felvételiztem, hanem Ungváron. És nem a kémia, hanem az angol szakra. De már csak azután, hogy három évet húztam le angyalbőrben, a nagy és dicsőséges szovjet hadseregben. Hogy miért cseréltem fel a vegyészmérnöki karriert az angol nyelvre? Hát annak története van, elmondom. Egyik barátom akkoriban épp a Havasi Miki osztálytársam volt, aki szintén ott lakott a Margit-sziget utcában, vagy inkább annak közelében. Már akkor összeismerkedtünk, amikor oda költöztünk, és nem csak a barátom volt, hanem egy kicsit a vetélytársam is, mert mindig felül akart múlni mindenben, amiben én jó voltam. Például én focizni szerettem, és jobb kapus is voltam, mint ő, ezért ő kosarazni kezdett. Aztán mondtam neki, hogy az egri csillagok nekem annyira tetszik, hogy 13 zor – olvastam. – Igen, akkor ő meg tizennégyszer. Ha azt mondtam neki, hogy egy olyan pilóta szeretnék lenni, mint Leutnant Herfon Duvenek, aki nem tudom hány ellenséges gépet lőtt le, akkor ő ezzel kontrázott, hogy ő meg olyan lesz, mint Oberst von Speidel, aki ezredes. Nem egy kis piti hagynagyocska, mint Duvenek. Aztán azzal jött elő, hogy ő bizony megtanult törökült, és már tud is néhány szót és mondatot mondta is. Álláhák bár jekerim jaráhi milléri illéri. Tudtam, hogy ezt az egri csillagokból lopta, de ő egy kis füllentésért soha nem ment a szomszédba. Ám nekem semmi kedvem sem volt a törökhöz, de törtem a fejem, hogy mivel is főzem le Mikit, és akkor óriási ötletem támad. Angolul fogok tanulni. Hogy miért épp angolul? Először is, mert volt jó anyámnak egy angol könyve, melyből ő tanult angolul fiatalasszony korában. Nevető angol nyelveckék volt a címe, melybe többször is belelapoztam és érdekesnek találtam. Másodszor meg azért, mert az angol, mint idegen nyelv, nem volt komoly tantárgy az iskolában. Épp oly rosszalkodó óra volt csak, mint a rajz és az ének. Vagyis nem kellett tanulni, és nem is tanulta senki. A tanár vagy a tanárnő úgyis megadta az ötöst vagy a négyest. Mi más tehetett szegény? A harmadszor meg azért, mert tetszett, ahogy tanárnőnk az angol anyanyelvű né tanította, na és azért, hogy lekörözzem Mikit. Úgyhogy mondtam is neki, te Miki törökül tanulsz, én meg angolul fogok. Elképedve nézett rám. Minek? kérdezte. Hülyeség. Hát, így vágtam bele a fejszémet ebbe a nagy fába, egy olyan nyelvnek a megtanulásába, melyet az égvilágon senki sem ismert akkoriban. Legalábbis Ungváron nem, Káizmánnén kívül. Természetesen Mikinek fogalma sem volt arról, hogy mi is az angol. Egyébként nekem se nagyon, hisz én is csak 12 éves voltam. Különböző álmokkal, az egri csillagokkal, duvenekekkel és spájdelekkel, az ungvári spárták focistáival volt el a fejünk, mert hát olyanok akartunk lenni, mint ők, azok a focisták. De akkor ott helyben, amikor kijelentettem Bikinek, hogy megtanulok angolul, ezt komolyan gondoltam, és belevágtam. Megsukom neked, hogy még most is tanulom, de hogy megtanultam, azt nem állíthatom, mert szerény véleményem szerint tökéletesen angolul csak a jó Isten tud, mert hát ő mindent tud, és Shakespeare tudott, mert hát az angol már ilyen. Minden esetre a tízes számú magyar iskolában én lettem a legjobb angolos, és ezt már a Miki is elismerte. Oly annyira, hogy angolórán mindig mellettem ült, a padban, és a tanárnő kérdezett valamit, ő mindig jelentkezett, de csak azután, hogy megtudta tőlem, mi a válasz. Mert megsugtam. Ám egyszer mégiscsak lebukott a tanárnővel együtt. Jött is egy tanfelügyelő angolórát látogatni, és a tanárnő, hogy bizonyítsa, milyen magas fokon tudnak a tanítványai angolul, mindig csak Mikit kérdezgette. Szegény Miki, szegény tanárnő, égtek, mint a reiszták. Aznap ugyanis beteg voltam, és otthon maradtam, és elolvastam az egri csillagokat tizennegyedszer is. Újraolvasásnál mindig azt reméltem, hogy Török Bálintot mégiscsak sikerült kiszabadítani a fogságból. Mindig elkeserített, hogy nem. Ha már az iskoláról beszélek, folytatta Vili és elborult a tekintette, akkor mindenképpen meg kell említenem életem legkatartikusabb élményét, mely értésünkre hozta, hogy már nem vagyunk gyerekek, felnőttünk. Ez akkor kezdődött, amikor egyszer kora reggel otthon, már a Mina utcában laktunk, tehát a Margitsziget utcai szakaszai életemnek épp véget ért, Megszólalt a Kossuth rádió, és azt hallom, hogy Magyarországon ellen forradalom van. A háttérből hallani lehetett a puskaropogást. Az ellenforradalmárok már a rádiót ostromolták, és erre lebegni, terjedni, vibrálni kezdett valami mámorító, részegítő illata levegőben, mint a szerelemé. Fogni, tapintani lehetett, megcsapta az embert a szabadság illata. Mint már a bevezetőben is mondtam, iskolánk ott állt az balpartján, bal partján, ahol északról nyugatlag kanyarodik a folyó. És az ablakokból láttuk, hogy mennek és mennek a hídon lassítva a szerelvények. Rajtuk ponyvával letakart tankok és ágyuk, melyeknek a csak a csövel látszott. Mi kicsik és nagyok oda az ablakokhoz, öklünket ráztuk, kiabáltunk, piros rongyot égettünk, piros cserepet törtünk és dobáltunk míg egyszer csak oda nem lépett, á, dehogy lépett, rohant, szegény lesó Gyuri bácsi, Gyuri Gyurijevics, az iskola retteget és félelmes igazgatója, de most valahogy halálsápat arccal, félelemtől remegő ajkakkal és könyörgött, sírt, könnyek potyogtak a szeméből. Fiúk, fiúk, ugye nem akarjátok, hogy elvigyenek? Elég volt egyszer mondania. Tudtuk, mit jelent az, hogy elvigyenek. Ezt nem akartuk. Szerettük Lesó Gyuri bácsit. Nem csak féltünk tőle, mert mindig igazságos volt, és ő is szeretett bennünket. És aztán, kérded, aztán, nincs tovább. Nekünk utunk váron a magyar tizenéves iskolás gyerekeknek, fiúknak, lányoknak mindössze ez jutott. Tudtuk, mert láttuk, hogy a magyar szabadság harc elveszett. Mert már a legelején tudtuk, nem lehettek illúzióink. Hisz ott éltünk azok között, akik ezt a forradalmat eltiporták, vérbe folytották, és tudtuk, hogy milyen erősek és gonoszak. Nagyon erősek és nagyon, de nagyon gonoszak voltak s tehetetlenségünk csak a szikrázó dacot és gyűlöletünket növeltem, és fokozta mindaz ellen, amit a kommunizmus kénköves bűzös levegője árasztott. 56 élményét, a szabadság levegőjét, illatát azonban, akárcsak az első szerelemét, szintén ebben az iskolában éltem át, és éreztem meg először. 14 éves voltam. nem középiskolás fokon. Dr. Hanis Népetró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánradio.hu letöltések oldalán.